voltam, ottan sokat sírtam, a nagyapa mindig úgy nyugtatott meg, hogy sokat mesélt nekem. Volt egy mese, ami nagyon tetszett nekem, ezt most elhoztam nekem. Egyszer volt, hol nem volt, nem tudom merre volt, de valahol mégis volt egy kis falu, ebben a faluban élt egy cigony. Úgy gondoltam, mivel vasárnap van, ezért elment gyomni. Bemegy gyomtató fülkébe, azért érdekel igazán, hogy kérdezik. Papnak az órája még ott volt a gyomtató székében, kezében rátenni. A pap rá se nézett, csak szólt. Mondd, mi a védkét? Lopok, atyom! Azt nem úgy mondják, hogy lopok, hanem hogy dobtam. Avval a cigony megmarkolja az óra, hogy gyorsan a zsebibe dugja. Loptam, atyom! Mit gyermek? Egy jó? Visszaadtad a gazdajának? Nem, de magának visszaadom. Szép fiam, nekem ne add a gazdajra. Annak meg megkínoltam, osznak kellett neki. Most mi sinolja? Haltakodtás meg. Küldte el a papista kivére. Két hét múlva találkozott. Megkérdje, miért nem jössz ma gyomni? Hát nem mehetek én gyomni, hát hogy megyek én egy kösök nép közé, mikor nekem nincs összék. Tudod mit? Gyere el a parókiára, azt ott meggyomtattak téged. Jól van, tisztelt és úr. Állva a cigonyám. Ment vendegét, azt látta, hogy a szakasné disznóhúsfőt kapusztalhat. Éj, a cigonynak nagyon verte az orra, hogy de jó, volna valahogy azt a múlt kicsempészni. Bemegy rá. Konyhába. A szakasné még igazi kiment valahova. Ha odaszaladt, kikapta a húst a kaposztalból, hozz belőtt a kelembe. Megy a cigonyhába, az azt mondja neki. No itt vagyok, gyere ott gyomj meg a bűneidet. Jaj. Rágatott igaz, mert melegítette a húsa melyét. Nincs én nekem sok bűnöm, álmodom én azt egy-két szóból. Mondja tisztelet is, bűne az, hogy én kifelehajtottam a disznót a kaposztalból. Te, hogy bűnfiam, még nagyon is jó tettem. Abba a cigonyát szaladt. Elérkezett az előző, a szakos néni keresett, hol van a hús? Szalad a paphoz, azt mondja neki. Tiszteletes úr! Hát nem azért mondta a cigony, hogy bűne az, hogy kifele hajtotta a disznót a kalkosztalból, hanem mert azért mondta, mert elvitte a húst a kalkosztalból. Azóta se voltak a cigony. De én a testvérével találkoztam az erdő szélén. Éppen fogtolgott. Elég furcsa hangot, ha szóltam neki. Hé, te cigony, mi csinálsz? Hát vargom a fa. Hát de vigyázz, mert leesel onnan. Egyszer csak hú, azt leesett. Na, te Isten vagy? Hát honnan tudtad, hogy leesem a fa? Ha Isten vagy, akkor mondd meg, hogy mikor halott meg? Mikor harmadszor lent a lovat? A cigony elhitte, osztál meg. Sarrod mindenhol, mentek fel és hegyen a lovaltal. Aló meg elfogta a lovat. Jaj, édes lovácskom, Mari, délek elszalt belőlem. Mentek tovább, elértek egy kapaszkodóra, ott másodszor elkukkantottam a lovattal. Jaj, Istenem, ma csak egy kell. Mentek tovább, elérkeztek egy híthoz, harmadszor elszellentettem a lovattal. Marciban nem szólt bal, csak lefeküdt a hídra. Ára ment egy béles lagy. Azt fölült a kocsira. Azon tanakodott ki, segíthette neki visszaalítani. De senki ember nem látott. Csak a cigant, aki ott feküdt a hídon. Oda szólt. Hé, te cigan! Gyere, segíts felemelni a szekeret! Ne beszéljen bozzon! Hótember vagyok én? Ott hol vagy volna ott én hótember, mikor beszélsz? Ával a béres lagy rácsapott az ostorra. A cigony mindjárt felugott. Egy-kettőre visszaallítottak a szekeret. Azt akkor elkezdett esni a meccs. Ott nem beszélt bok. A cigony odaszalad, és belőlük el fejét a bokja alatt. No, nem bánom én, ha az Isten nyilvára jutja a seggemet? Ával a béres legény rácsapott a palcalba. A cigony mindjárt kiúszta a fejét. Megfordult, és észrevesz, hogy a béres legény voltam a kilacsot. Mondjam, mennyiért adna azt az ostot? A kocsidért meg a lovadért odaadom. Na, no, cigony, beleegyezett, béros legény, megörült a jó cserébe. Hazafele a cigony, vattogtatott, zsoltatott az ostorral, azt mondja az asszonynak.
Hé, hey, te asszony! Itt a csodálatos ostor! Ha meghalsz, kell Tomasztalak. Ha én halok meg, te Tomasztasz fel engem. Azután is tartogatja. Ennyit mondtam, ennyit tudtam, vidd az asszonyt neked.